nincsen más lehetőség az életbe maradása, mint hogy az élet fejedelmével kapcsolatban kerülünk. Nincsen más lehetőség minden gond és probléma megoldására, mint hogy veled a gondok és problémák megoldójával egyesüljünk. És köszönöm, hogy egyé lettünk. Te mi bennünk vagy, és mi te benned. Köszönöm, hogy egyszerűen egy olyan szellemi valóság az életünk, amit nem látható kívül, de mégis a szellemi életben érzékelik ezt az angyalok is, a démonok is. Mindenki, mert tudják, hogy mi a te fiaid vagyunk, szellem által születettek, Isten fiai. És ez a szellemi valóság ugyan kívülről nem látszik a arcunkon, de mégis a szemünkön keresztül, ami a léleknek a tükre, már érzékelhető, hogy te nézel ki a szemünkön keresztül. A te békességed, a te jóságod, a te szereteted, te örömed. Uram, a te szellemed jön ki a mi szánkon keresztül, amikor szellemi énekeket éneklünk, szellemi módon imádkozunk, szellemi módon beszélünk, és szellem szerint járunk. Mert azt akartad, hogy szellem szerint járjunk, ne test szerint. Mert akik test szerint járnak, meghalnak. Akik szellem szerint járnak, azok pedig élnek. Uram, köszönjük ezt a helyet, és köszönjük azt a lehetőséget, és akarjuk megbecsülni, hogy itt lehetünk. Én külön hálás vagyok a testvéreimért, hálás vagyok, Uram, azért, hogy együtt lehetünk. Köszönöm ezt a gyönyörű vizet. Azt is köszönöm, hogy nincs túl nagy meleg, hogy a faházasok nem szenvednek még jobban. Hálát adok neked ezért, Uram. Hálát adok, Uram, hogy nem égünk fel, nem kell naptejet használni. Uram, de egyébként meg jól érezzük magunkat, tudunk fürdeni is. Köszönjük ezt neked, hogy mindig adsz egy kis napfényt. Dicsérünk téged. Imádjuk a te nevedet. Mindig új kenettel jössz, mindig új módon jössz, ma este is teljesen váratlanul olyan módon fogsz cselekedni, tudom, ahogy nem is terveztük, nem is gondoltuk meg. Hát te ilyen vagy, Uram. Te szereted a meglepetéseket, te szereted az örömszerzést, hogy odaadjad nekünk, Uram, a te örömödet. Ez a te vágyad, hogy mi örüljünk, hogy megvigasztalsz bennünket, felemelsz bennünket, elveszed a terheinket, a gondjainkat, a félelmeinket. Ezért megzabolázzuk a mi értelmünkben azokat a gondolatokat, amik Isten ismerete ellen akarnak okoskodni és jönni. Megtagadjuk, Uram, ezeket a dolgokat, és engedünk annak, ami a szellemünkből jön. A szellemi ismereteket, engedjük a szellemi tudást, azt, amit te mondasz nekünk, ami nem látható, de valóságosabb, mint a látható világ. Mert a látható világ ebből jött létre. Akarjuk megtanulni ezt kezelni, ezt ebből élni. Akarunk, Uram, erre ráállni, erre a szellemi valóságra, hogy mi egy új ember vagyunk, hogy mi nekünk egy belső emberből forrásozó emberek vagyunk, hogy mi egészen más emberek lettünk már. Nem a világhoz tartozunk, hanem hozzád. Köszönöm, hogy tanítasz erre bennünket, hogy tudjuk járni a belső emberben. Tudjuk járni az igazi, tökéletes emberben, aki szenté és tisztává lett teremtve, aminek nem kell megjavulnia, vagy nem kell növekednie, hanem inkább át kell, hogy vegye a teret a testünkbe, a lelkünkbe, a gondolatainkba. Egyre jobban, és jobban, és jobban. Akarunk ennek engedni a Jézus nevében. És meg akarjuk tanulni azokat a technikákat, azokat a gondolatokat, ami által a belső emberünket szóhoz juttatjuk, teret adunk neki, életbe tartjuk, és egyszerűen az életéből élünk, hogy belülről élő emberek legyünk, akiket a bensőnk vezet, az a békesség, ami minden értelmet felülhalad, az őrizze meg ezt a belső emberünket a Jézus Krisztusban, az a békesség, amit te szereztél, Uram, hogy kibékültél a világgal, a bárány vére által. Dicsőség neked, Uram, imádjuk a te nevedet, és
ha egy kicsit el is vagyunk néha fáradva, Uram, most felemeljük a nevedet, és mondjuk a lelkünknek, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm, a benső emberem imádja őt, és miközben imádjuk a te nevedet, Uram, elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Belemegyünk a Uramat egy győzelmedbe, ezért győzelemről győzelemre jutunk. Belemegyünk a te gondolataidba, ezért jobbnál jobb gondolatok foglalják el az értelmünket. Belemegyünk a te boldogságodba, ezért egyre jobban átveszi a testünket, a lelkünket, a te örömed. Az a te örömed, Uram, a te vigasztalásod, a te bátorításod, a te szereteted, az teljesen áradjon ki a bensőkbe. Jézus nevében. Amen. Amen.
és mi oda készülünk, és köszönöm, hogy bennünk vagy, és velünk vagy, és abszolút közel vagy. A lehető legközelebb jöttél, amennyire csak közel jöhet Isten az emberhez, olyan közel jöttél, hiszen bennünk vagy. És kiválasztottad a mi testünket, hogy a te templomod legyen, hiszen nem kézzel csinált templomban, hanem a mi testünkben laksz. És eltöröltél ezért minden bűnt, minden adós levelet, eltöröltél mindent, ami ezt a veled és velünk való kapcsolatot akadályozta volna. Uram, leromboltad a közbevetett válaszfalat. És köszönöm, Uram, hogy igen, igaz az, hogy a mi testünk nem volt méltó rá, hogy befogadjon téged, de hiszen az egeknek az egei sem tudnak befogadni. De te mégis úgy döntöttél, hogy ami életünkben egyszerűen beköltözöl, és ott vagy, és ott maradsz, és ott is fogsz maradni mindörökké. És nagyon hálás vagyok ezért. Nagyon köszönöm, Atyám, azt, hogy te döntöttél így. És amikor Jézus testé lett, akkor úgy döntöttél, hogy az Isten az emberek között van, és Isten az emberek között fog lakozni is. Innentől kezdve, Uram, ez nem kérdés, te nálad. És Uram, bocsáss meg az, amikor levesszük a tekintetünket azokról az igazságokról, amik olyan egyszerűen, olyan világosan és olyan tisztán ki vannak jelentve, és megbonyolítjuk az életet, mert azt gondoljuk, hogy a mi okosságunk az nagyobb az Istennek a bölcsességénél. Uram, egyszerűen tudjuk, hogy amit te elterveztél, az úgy jó, ahogy van, hiszen te mindenre azt mondtad, hogy jó. És Uram, köszönöm, hogy ez is te terved volt. Uram, mi egyáltalán nem gondoltuk, hogy valaha előfordulhat az, hogy az Isten az emberben lakik. És várva vártak a profiták is belenézni ebbe, és mikor lesz ez az idő, és most itt van, és mi vagyunk a részesei ennek. És egyszerűen lenyűgöz bennünket az a végtelen nagy szeretet, az a isteni bölcsesség, ahogy te megoldottad ezt a problémát. És hogy úgy oldottad meg, hogy nekünk nem kell görcsölni, hanem egyszerűen csak rá kell helyeznünk magunkat erre a kegyelemre. És ahogy a szörfös, vagy láttuk, megy a vizen és viszi a szél. Ugyanúgy, Uram, te viszel bennünket, és egyszerűen, mert megvan írva, hogy a szél fú, és nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. És mégis, Uram, belekapaszkodik a vitorlába, és elviszi a hajót. És Uram, a mi életünket így fogod bevinni a te dicsőségedbe. És ez már most ott van, és egyszer viszont színről is színre meg fogunk látni. És tudjuk, hogy a garancia erre a bennünk lévő Szent Szellem. És annyira hálás vagyok, Szent Szellem, hogy itt vagy belül, és tényleg nincs messze az Isten, hanem nagyon közel van, itt vagy bennünk. És Uram, annyira jó most ilyen nyugalomban lenni, hogy nem kell megfelelnünk, nem kell görcsölnünk, nem kell valamit elérnünk, mert egyszerűen ott vagyunk, és te itt vagy, és benned élünk, mozgunk, és vagyunk, és egyszerűen lenyűgöz ez bennünket, Uram. Köszönjük a te jelenlétedet. Amen. See you.
Néztem az arcon, s megtudtál mindent, azóta szükségem van rád. Ha van valaki élve, profécia, az most jöjjön ki. Rengeteg ajándékom van, és mindent szeretném odaadni. De nem csak úgy szeretném odaadni, hogy az öletbe pottyantom, hanem kíváncsi vagyok arra, hogy te mit kívánsz? Te mit szeretnél? Mondd el nekem! Kérjél tőlem! Bátorodjál fel, én az apukád vagyok. Kérhetsz, elmondhatod azt, hogy mi van a te szívedben. Nem biztos, hogy pont azt fogom adni, de kérjél, legyél őszinte hozzám. Én meg akarlak ajándékozni benneteket. Sokkal jobban, mint ahogy ezt el tudjátok képzelni. Mértéken felül rengeteg ajándékom van, és oda akarom adni. Hogyha remeglek a lábaid, akkor ne az veled szemben lévő hegyeket nézed, amik elállják a napot, hanem nézd föl jobbra, melletted is balra. Nézd föl, és nézd azt a sok zászlót, amik lopognak. Mindegyikre rá van írva, egy-egy azok közül, amiket veled tettem. Van időd elgondolkodni rajtuk. Nézd föl rájuk, és emlékezzél, és ne sírj. Amen. Hallja a hangot, beszélj hozzám.
legjobban senki nem szeret téged. Gyere hozzám, beszélgess velem, tölts velem időt. Szólj hozzám, én meghallgatlak, és mindenedről tudok. Mindent elvégzek érted, csak gyere és beszélgess velem. Amen. Ne félj, te kis dednyáj. Mert úgy tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Amen.